Üdvözlök mindenkit! Én az építészet és a képzőművészet kapcsolatáról szeretnék beszélni, Michelangelo hatásáról, Rothko művészetére, illetve felvillantani ezt az összefüggést tömören. És azért is aktuális ez a téma, ugye, mert közelmúltban volt ez a szenzációs kiállítás a Bécsi Kunsthistorisches Múzeumban, Rothko retrospektív kiállítása, ami ugye a Rothko különböző alkotói korszakaiból válogatott. Ugye a korai figuratív munkákat tekinthettük meg, illetve a biomorfikus absztrakt műveket, ennek ugye a 40-es évek végén készült műveket, amiket ugye a Rothko átmeneti korszakának nevezünk, illetve a Zígrem falképciklus vázlatokból egy válogatást, továbbá egyes Rothko kései műveiből való válogatást. És néhány korai munkát mutatok. Itt ugye látjuk, hogy Rothkót már ugye a korai figuratív korszakban nagyon érdekli a tér. Ugye itt a Vermeer omás műveket látunk, illetve hát mondjuk Vermeer parafrázisokat. Illetve hát ugye a 30-as évek végén készült ezeket a metró kompozíciókban esetében is láthatjuk. És itt a Zígrem buildinget mutatom, Miss van der Rohe tervezte, illetve a belső építészeti munkálatai Philip Johnsonhoz fűződnek. És itt jobbra láthatjuk a Four Seasons éttermet, ami ugye az épület földszintjén található. És 1958-ban kéri fel Philip Johnson Rothkót, hogy készítsen falképeket az étterem falára, és ezzel egy ilyen hatalmas alkotói küzdelem, egy hatalmas munka veszi kezdetét Rothko életében. Ugye róla tudjuk, hogy nagyon nehezen, küzdelmesen dolgozott, illetve nagyon sok ilyen belső tusája volt a munkával kapcsolatban. Így fogalmaz a Zígrem megrendeléssel kapcsolatban. Elvállaltam ezt a megbízást a Zígrem Buildingben, hogy ezen az exkluzív helyen, ebben a nagyon drága étteremben nagy képeket fessek a falra. Ez egy olyan hely, ahova a New York-i dúsgazdag barmok azért járnak, hogy egyenek és megmutassák magukat. Szeretném elvenni az étvágyukat, hogy úgy érezzék, olyan térben vannak, ahol az összes ajtó és ablak be van falazva, ezért a fejüket mindig a fal felé kell szegezniük, mondja a Breslinnel készült interjúban. És hogy ugye, tehát hogy ez nem pusztán természetesen a felülete sznobéria, meg az ízléstelen rongyrázás, a luxus elleni ingerültség, amit megfogalmazódik, hanem ugye, amit a második idézetben látunk, hogy a művészet szent dolog, és a művészet tere az egy szent hely, és hogy nem díszíteni szeretné a falakat, hanem megalkotni a teret. És a munkához külön műtermet is bérel Rothko New Yorkban, ugye ezek nagyméretű vásznak. És az Zígrem munkával kapcsolatban, de egyébként Rothko alkotó művészetével kapcsolatban is nagyon fontos, az ő európai útjai, nagyon nagy hatással van rá az európai művészet, és háromszor járt Európában, először 1950-ben, és ugye a esztétikai írásaiból, visszaemlékezéseiből, interjúkból tudjuk, hogy mely alkotások, illetve hát terek jelen esetben voltak rá nagy hatással. Például ugye Pompei, a misztériumok villáját említi, Giotto, Szent Ferenc ciklusát Assisiben, természetesen csak egy válogatást mutatok, a San Marco kolostorban Fra Angelico freskói, illetve hát ugye a Zígrem kapcsán az 1950-es évek végén ismét ellátogat Firenzébe, és óriási hatással van rá, ugye a San Lorenzo bazilikát láthatjuk, ugye amit Filippo Brunelleschi tervezett, ugye itt van ugye a Sagrestia Vecchia és a Sagrestia Nuova is, amúgy az új sekrestje, amit Michelangelo tervezett, és amely ugye a Medici család mauzóleuma, egy utánozhatatlan és felülmúlhatatlan
térélményt jelent ugye a Sagrestia Nuova is. És a San Lorenzohoz csatlakozik a szerzetesi könyvtár, amelyet Michelangelo tervezett, ugye 7. Kelemen Giulio Medici megbízására. És de Rothkóra különösen az előcsarnok van óriási hatása. Ugye azt szoktuk mondani, hogy ez az enteriőr, ami a késő reneszánsz, illetve hát a manierizmus már bizonyos manierista jegyeket is előlegez. Ugye ez a rendkívül harmonikus térszerkesztés, másfelől viszont ez a végtelenül izgalmas, ahogyan a különböző építészeti elemek, ezek az oszloppárok, a vakablakok, a konzolok, ahogy ezeknek az összjátéka, ezeknek a párbeszéde ebben a térben, és hogy ez a, ugye a hát könyvtár, és ugye ez az intellektuális elmélyülés tere, ugyanakkor ugye a vallásos, ugye a meditáció tere is, és hát egyben ugye a művészet szentélye valósul meg, ennek a szintézise valósul meg ebben a térben. És a kiállításon 7 művet láthattunk az Igrem sorozatból. Michelangelo ugye a Medici könyvtárról készült nagyméretű fotók kísérték az Igrem munkákat. Felolvasok egy idézetet, ami szerintem nagyon megvilágító erejű Rothko művészetével kapcsolatban. Nem érdekelnek a színkapcsolatok vagy a forma, meg az ilyesmik. Engem kizárólag az alapvető emberi érzelmek érdekelnek, a tragédia, az extázis, a végzet, és így tovább. Az, hogy az emberek gyakran összetörnek és sírva fakadnak a képeim előtt állva, azért van, mert én az alapvető emberi érzésekkel teremtek kapcsolatot. Az embereknek, akik sírnak a képeim láttán, hasonló vallásos tapasztalata van, mint nekem, amikor festettem őket. Ha valaki azt mondja, hogy ő csak a képeken megjelenő színkapcsolatok mozgatják meg, elvéti a lényeget. És végül is Rothko ugye hatalmas alkotói küzdelme, ugye 2 évig dolgozik az Igrem megrendelésen, és végül is visszautasítja a munkát, és visszautalja a tiszteletdíjat. Azt mondja, hogy senki nem fogja látni a képeket, ugye, hogy ez nem adekvát tér ezeknek a munkáknak az elhelyezésére. És végül is az Igrem sorozat egy részét a Tét Modernben kerül elhelyezésre a Rothko teremben, ugye állandó kiállításon. 1970-ben már sajnos a művész halála után pár hónappal volt a megnyitó. És hogy ugye ez a művészi program, amit ugye az Igrem megrendelés jelent, illetve az ezzel kapcsolatos harc, az ugye majd a Rothko kápolnában, ugye a texasi Rothko kápolnában teljesedik ki, a Rothko kápolna enteriőrjében. És szeretném még továbbá elmondani, illetve kifejezni a csodálatomat és a tiszteletemet a fogások felé is, mert hogy azt gondolom, hogy itt a fugában, ami itt a professzionalizmus és a szívnek egy ilyen nagyon jó és szerencsés találkozásának lehetünk tanúi, és ennek köszönhető, hogy az elmúlt 10 évben szerintem sokunk nevében állíthatom, akik ebben a szakmában dolgoznak, vagy valamilyen módon részt vesznek, hogy ez egy nagyon fontos és meghatározó hely.